Május 29-én első alkalommal került sor a Kefag ZRT kelebiai vadászterületén nehezített vércsapa verseny és tenyészszemle lebonyolítására a Magyar Vérebb Egylet szervezésében. Egy nem optimális pillanatban, egy nem optimális módon leadott lövés eredményét megpróbáljuk helyesbíteni. És ezt a helyesbítő feladatot végzik el vérebes kollégáink, és azért nagy-nagy tisztelet ezért a munkáért. A tisztelet mellett persze kell az is, hogy segítő jobbot nyújtsunk az ilyen jellegű rendezvényeknek, úgyhogy én bízom abban, hogy egy kezdő szájpróbálgatás után ez egy nagyon sikeres rendezvény lesz, és a jövőbe tekintve bízom a sikeres folytatásban is. Eredményes munkát kívánok, jó hangulatot, jó szórakozást mindannyiunknak. Azt hiszem, hogy a kelebiai vadászterület az elmúlt néhány év gazdálkodása után feljósult arra, hogy egy ilyen rendezvényt tudjon megrendezni, úgyhogy nagyon örömmel és tisztelettel tettünk eleget annak a Vérebb Egyletes felkérésnek, hogy a Kefag ZRT első olyan területe lehetünk, amin egy ilyen versenyt megrendeznek. Ez összefügg azzal, hogy a terület elég jó dámállománnyal rendelkezik, és hogy az itt megtalálható dámállomány és egyéb nagyvadállomány szükségessé teszi, hogy a kollégák is gyakran szembesülnek ilyen utánkeresési vérebes feladatokkal. Magyar Vérebb Egylet vizsgaszabályzatában a nehezített vércsapa verseny egy kiemelkedő nehézségű feladatot jelent. Itt egy másfél kilométer hosszú csapát kell 18-22 óra múlva a kutyáknak kidolgoznia, úgyhogy ez a mesterséges csapa vér nélkül van elkészítve. Tisztelt bíró úr, Garai Gábor vagyok. Töröcske úti jázdával munkára jelentkezem. A kutyában 23 eredményes munka van, ebből 4 darab fajszás, 3 éves tikon. Második típus nehezített vércsapáról van szó, ami annyit jelent, hogy nincs az 50x50-es rálövés, innen a rálövéseitől indíthatod a kutyádat, egyedül kell megoldani. Gyakorlatilag az 1400-1600 méter hosszú feladatot, innen itt marad egy bíró, és a végén egy végbíró fog válni. 10 darab csapaigazoló jel van, ezek ilyen, mind a kitűzőnk, ilyen fa, egyértelműen vörös, és római számmal van jelölve, sorba vannak lerakva. 2 derékszögű törés és 300 méter oldaltávolság, mindenhol be van tartva. Ezek elég nehéz csapák egyébként, ugye 18-22 órás csapákról beszélünk, és a törések is van benne, egy visszatörés, többek között 2 derékszögű törés, egy tompaszög, és egy úgynevezett visszatörés, úgyhogy elég nehéz csapák, nincs rajt vér, csapa cipővel van fektetve, ami szintén, tehát nem egy húzott nyom, egy folyamatos nyomon halad a kutya, hanem ugyanúgy, mint hogyha vadat keresne, a lépések ugyanúgy megvannak, tehát minden nehézség megvan ahhoz, hogy egy vérebb kidolgozza ezeket a dolgokat, de hát a vérebek itt tudják megmutatni igazán azt, hogy mire képesek ezeknél a feladatoknál. Nagyon bízok benne, hogy a kutya szintidőn belül, ami egyébként ebben az esetben 1 óra, hogy szintidőn belül meg is érkezik a kutya ide hozzánk. Itt a fenyőn van egy jel, ez jelenti a csapa végét, és ide egy úgynevezett fantom is ki van téve a csapa végére, ahol a kutyának érkezni kell, és amikor megérkezik ehhez a szarvas fejhez, tulajdonképpen akkor van vége a munkának. Most láttuk meg a versenyzőt, itt van a végtől durván egy 30-40 méterre. Úgy nézzük, hogy elég szépen halad a kutya ide. Még 8 perc van, most mondja a kollégám hátra. Kerek 50 perc volt, amikor a kutya feje odaért a szarvas fejhez, úgyhogy ezzel gratulálunk, és hát számolj el, először is adok egy töretet, és számolj el a csapa jelekkel. Láthattuk, hogy a vérebesek munkája bizony igen kemény, hiszen ahhoz, hogy valaki végigérjen egy ilyen nehéz csapán, rengeteg közös munkára van szükség vezető és kutyája között.
Ezért elsősorban arra voltunk kíváncsiak, mi lehet ennek a szakmának a szépsége, hogy ez megérjen ennyi fáradtságot. Hát a szépsége az a kutyák a munkája. Az együtt töltött idő a kutyával és a kapcsolat, ami a vélemény vezetője között kialakul. A valóban az együtt mozgás, a harmónia. Nehézsége? Hát a nehézség, amit talán lehet mondani, azt nem is érezzük. Inkább a jó oldalát. Nekünk ez egy hivatás, a hivatásunkon belül egy hivatás, aminek szenteljük az életünknek a nagy részét, elvéve a családunktól is sok esetben az időt, de azt gondolom, hogy a magunkkal szemben támasztott elvárásoknak megfelelve és a hivatástudatunknak, szakmaiságunknak megfelelve fogjuk a jövőben is ezt a munkát végezni. Hát nekem gyakorlatilag mindent jelent. Az életet, a mindennapi részét képezi. Gyakorlatilag az egész szívem az övé. Márpedig, ha valaki ennyire együtt él és lélegzik kutyájával, akkor annak minden egyes rezdülését érzékeli, és tudatában van azok jelentésével is. A füvet elkezdi rágni, onnantól kezdve tudom, hogy ő szomjas. Azonnal megállunk, pihentetés, fürdés, meg minden. Csak hát sokszor pihentetni csapán, vagy hát így mesterséges csapán nem olyan egyszerű, mert az idő sokat játszik. De azért itatás az, mindig bele kell, hogy férjen az időbe. Nagyon fontos az, hogy a vezető ismeri a kutyáját. A vezetőnek látni kell azt, hogy mikor fárad a kutya, akár idegileg. Módjába áll a csapán bármikor és bármennyit. Nyilván, ha az időbe be akar érni az egy órán belül, akkor azt azért figyelembe kell neki vennie, de egyébként módjába áll bármennyit fektetni, pihentetni a kutyáját, hogyha úgy látja, mindenkinél ott van a kulacsba a víz, esetleg egy gumilabda félbe vágva, amiben nagyon jól tudja itatni a kutyát. Észlelve, hogy milyen száraz az erdő talaja, milyen száraz az avar, már sejtettük, hogy az idei megmérettetés extrém nehézséget fog jelenteni. Ez a délalföldi klíma azoknak a kutyáknak, akik nem ezen a területen és ilyen termőhelyi és időjárási viszonyok között dolgoznak, nagy teljesítményt és nagy kihívást jelentett nekik. Illetőleg nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy ez a meleg nyári időjárás ez most köszöntött be. Szeptemberben is előfordulnak ilyen hőmérsékletek, de akkor a kutyáink már ezeket megszokják. Itt most még nem volt a kutyáknak lehetősége ezeket a hőmérsékleteket megszokni, és ez jelenti ennek a rendezvénynek a különleges nehézségét most. Hiába a házigazda minden igyekezete, van egy faktor, amit egyikünk sem tud befolyásolni, nevezetesen úgy gondolom az időjárás, és talán ezt a kutyavezetők is megerősítik, hogy ez a sívó homok, amivel itt találkoztunk, ez az ajnövény nélküli élőhely, ez nem tette könnyűvé a kutyák számára a munka végrehajtását, és sajnálatos módon egyetlen egy olyan kutyánk volt, amelyik végig tudott menni a csapán, de mindegyik kutyánk valamilyen szintű eredményt elért, és úgy döntöttünk, egyik kutyát sem hagyjuk díj és elismerés nélkül, mert hiszen azért erre a versenyre föl kellett készülni, sokan éveket áldoztak arra, hogy egy ilyen nehezített vércsapa versenyén megmérettessenek, és hát ez igazán nehezített vércsapának minősül. Ötödik lett, és kapja a Kefag ZRT díját Szászvölgyi Aramis vezetője Bognár Tamás 24 ponttal, negyedik helyezett lett, és kapja ugyancsak a Kefag ZRT külön díját Kovács Robert, aki Katóközi Borcsát vezette, ugyancsak 24 pontos teljesítménnyel. Gratulálok! Harmadik lett a tüzelőszukánk és gazdája, Barát Zoltán Zsolt, Válickamenti Adéllal, szintén 24 ponttal. Ő azzal alézi meg a többieket, hogy egyrészt szuka, másrészt a két szuka közül ez a kutya a fiatalabb, ez 2013-as születési 3 éves szuka. Második díjas lett, és díjak tömkelegét kapja Bényei Tamás, Cibapot Karikásom nevezeti kutyájával, 36 ponttal.
Hát egyetlen kutyánk maradt, amelyik még ugye nem került kiszólításra. Ez a kutyánk 50 perc alatt teljesítette a nem kis feladatot jelentő csapa kidolgozását. Egy csapa jelet talált meg, összesen 42 pontja van, és ez a kutya nem más, mint Töröcskei úti Elza és vezetője Garai Gábor. Úgy együtt éreztél a fiúkkal, én ezt láttam. Persze, egyértelmű, tehát mindenki, aki itt van, együtt lüktet, bíró, versenyző, kolléga, mindenki. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, tisztában voltunk ezzel. A kutyáknak a felkészültsége az tökéletes, tehát ezzel hiba nem volt. A vezetői rutin, a tapasztalat ilyenkor rendkívül sokat tud segíteni. Meg hát nyilván a felkészítésben azok a nehezítő körülmények, ami egy ilyen speciális verseny felkészítésnél szükségesek, előjönnek, hogy ki mennyire mit tudott beletenni. Ez mutatja a csapajeleknek a számát, adott esetben, hogy ki ért végig a munkán. Mindig annak örülünk, hogyha a kutyák magas pontszámú, jó eredményt tudnak produkálni. Itt most a magas pontszámok elmaradtak, de úgy gondolom, hogy más kutyafajták nem is értek volna végig ilyen körülmények között ezeken a csapákon. Én nagyon remélem, hogy még felkérést kapunk, illetve hogy mi magunk is jelentkezhetünk házigazdának, mint egy hagyományt teremtve, mert ez egy kiváló alkalom arra, hogy az én kollégáim szembesüljenek azzal, hogy mennyit kell nekik is fejlődni, illetve hogy az adottságaink feljogosítanak minket arra, hogy az ilyen rendezvényeket meg tudjuk rendezni.